Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és nagy örömömre szolgál, hogy ezen a madár csicsergéses, szép tavaszi hétfő reggelen nem egyedül vagyok a stúdió belsejében, hanem velem együtt szívja ki itt a néhány köbméterből az oxigént Pál András, állandó szakértőnk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Nyilván játsszuk is a szokásos jelszint belövő partit. Jó reggelt kívánok! Jó lesz. Ez már egy nagyon jó reggel lesz, tényleg. Szerintem ezt most már igen jól beállítottuk. Annak ellenére, hogy azt mondom, teljes joggal, hogy állandó szakértő vendégünk, ahhoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy idén még nem jártál itt. Így igaz, most pont azon gondolkodom, mikor jártam itt utoljára, de valójában nem tudom. Szerintem igen. Akkor melegebb volt, mint most, pedig most sincs hűvös. Így van. Úgyhogy ez már nagyon időszerű volt, annál is inkább, mert hogy ugye, azért ilyen izéidet elmondjuk neked, ilyen, hogy hívják ki? Ilyen fura kis izé. Igen, ilyen affiliációk, vagy micsodák, hogy te ugye azt már ugye mindenki, minden szokolébresztő követő számára ugye egy evidencia, egy trivialitás, hogy te a Konkoli Tege Csillagászati Intézetben vagy benne. Így igaz. Mint tudományos főmunkatárs. Mondjuk. Igen. Na de azóta viszont már egy űrtechnikai cégnek is a vezetője lettél. Hát így vagy folyamatban van. Egy ilyen pici kis műholdak készítésére. Na de várjál, mert amiről viszont beszélünk, az még a korábbi dolgokkal kapcsolatos részben, hiszen ugye én mindjárt megmondod, hogy hány napja, de hát ugye a kedves hallgatóink emlékezhetnek arra a csodálatos 2021 márciusi. 22-i. Március 22-i, így igaz, 21 így igaz. Március 22. Nem, 22 március 21, igen. 22 március... Nem, 21, majdnem Gagarin évforduló volt, azért volt olyan szép fehér a rakéta, ami fölvitte ugye a GRB Alfát, mindannyiunk kedvenc kis műholdját, tehát ez biztos, hogy 2021-ben történt, ami már csak abból is látható, hogy nem is olyan rég ünnepeltük azt, hogy 1000 napja volt fönt a kis műholdatok. Az volt azt hiszem december 17-én. Igen, tehát akkor... Vagy 18, valami olyan. De akkor most hány napja van fönt? Most 1520. Megnéztem most már ilyeneket azért. Ugye nyilván egyesével számolni már egy kicsit nehéz egy idő után. Igen. Úgyhogy ez döbbenetes. Ilyenkor az a megoldás, hogy kicsit csal az ember, és megnézi. Igen. Szerencsére van egy ilyen honlap, ami számolja. Eredetileg visszaszámlálás volt, de aztán most már előre számol, úgyhogy tulajdonképpen igen, teljesen. Igen, tehát egyébként az van, ugye csak hogy miről van szó, ugye ez a talán még mindig elmondható, hogy a világ legkisebb asztrofizikai célű kis műholdja. Így igaz. Ami egy, hát nagyjából egy literes kis pici kis kocka alakú műhold, ami a GRB Alfa, a Szokolébresztő kedvenc műholdja. Olyannyira, ja és valóban egyébként, ha valakit érdekel a dolog, akkor az a GRB Alpha, tehát Alpha PH-val, GRB az Gamma Ray Burst, gamma felvillanás, majd biztos ezt is átismételjük, grbalpha.konkoly, vagy Konkoli, persze úgy tudom, hogy a Orha Zoltán megtanította nekünk itt az adásban, hogy az Konkolinak kell mondani. Így igaz. Tehát konkoly.hu. Na, és ott mindenki látja, hogy 1120 napja, 1 órája, 2 perce, és 22 másodperce van éppen fönt. Vagyis nem igaz, mert akkor gyulladtak be a Szajusz hordozó rakétának a hajtóművei. Na hát az nem most volt, és egyébként nem. A franc se gondolta volna, hogy ez ilyen hosszú életű és sikeres műhold lesz. Ja tényleg, mert 1120 az osztható héttel, úgyhogy az könnyű ellenőrizni, és tényleg egy hétfői nap volt a start. Tökéletes. Így van. Bár hát volt olyan... egy szökőév, de mindegy, ez nem befolyásolja a hétfőnek a hétfőségét. Így igaz. Így van. Amíg a világ naptárt be nem vezetik. Na jó, oké. Tehát akkor... azt azért nevezessék. Nem, azt nem. Na, szóval viszont kétségtelen tény, hogy
tudományos szempontból marha sikeres, meg mérnöki szempontból is elég innovatív volt ez a kis dolog. Tehát erről kérdeznélek, hogy most mi a helyzet a Gerbi-alfával először, és aztán utána majd egyszer ráfordulunk majd az utódjára is, ami már szintén elkészült, a Gerbi Beta. De így szerintem igaz. Első körben Gerbi-alfázunk, mert már rég volt róla szó. Hát ugye az most egy jó kérdés, hogy szerencse vagy nem szerencse, de tulajdonképpen minden ugyanúgy megy, mint eddig. Hál' Istennek. Ez azt jelenti, hogy a műhold az köszöni szépen és jó egészségnek örvend. Ez mindenképpen egy megnyugtató dolog. Adatok jönnek, adatok mennek föl. Hát hál' Istennek most ugye a fölfele menet az viszonylag egyszerű, mert gyakorlatilag ez abban, hogy beállítjuk a méréseket, akkor azok így párnapos időskálán ugye elő vannak jegyezve. Mármint ugye a műhold fedélzeti számítógépe, adatgyűjtő rendszere az úgy nagyjából tudja, hogy mit kell csinálni. Egyébként nagyjából mindig ugyanazt. Most pont az elmúlt, hát talán kb. Egy-két hónap ezelőtt tudtunk egy kicsit még gyorsítani a dolgon, mert eddig egy másodperces mintavételezés volt, most lementünk fél másodpercre, mondván, hogy most már egész megbízható minden. Főleg itt a földi rendszerek, meg ugye az adatletöltésnek a késleltetése, mert hogyha az ember túl gyorsan mintavédez, akkor túl sok adatot termel a műhold, tehát akkor nagyon észnél kell lenni, hogy le tudjuk tölteni időben, mert különben betelik a tárhely. Úgyhogy. Na és egyébként a letöltés, Az ugye kezdetben úgy volt, hogy például az első, akik annak idején ugye több mint 1000 nappal ezelőtt a műhold életjeleit fogták, azok ilyen random rádióamatőrök voltak Ausztráliában, meg ilyen helyeken. Igen. És azóta már kialakult valami hálózat? Azt tudom, hogy nektek van a vevőtök itt Piszkéstetőn. Igen. Hát van egy fővevőnk, ami tulajdonképpen nem csak az, hogy az adat letöltés, hanem az interaktív kontroll, hanem a műholdnak a műhold felé kiadott parancsokra, hogy ez tényleg bevette a jószág, azt ugye nyilván célszerű mondjuk egy pár másodpercen belül ugye visszajelzést kapni. Tehát erre is van ugye egy dedikált hálózat, meg ugye van a másik, amikor ugye adatokat töltünk le, na és akkor ez utóbbira itt a rádióamatőr közösséggel együttesen üzemeltetett hálózatok, például a Satnox hálózatot is használjuk. Azóta egy picit olyan értelemben bővült a dolog, hogy hát egyrészt Satnoxon is ugye jönnek-mennek az állomások, ott is általában leimélezzük, hogyha valamelyik állomás az úgy besegít nekünk egy kicsit, hogy akkor ne legyen úgymond meglepetés. Próbálunk egy kicsit észak felé is terjeszkedni, olyan szempontból ugye észak felé azért jó, mert ott ugye ezek a napszinkron, meg poláris, meg hasonló pályán keringő műholdak egy kicsit többet tartózkodnak, tehát akkor kicsivel több lehetőségünk van letölteni. Ugye ez is egy fejlesztés, meg az is, hogy legyünk egy kicsit jobban elszórva a Földön, olyan értelemben, hogyha beállítunk itt mondjuk egy letöltést valamikor helyi idő szerint délelőtt, akkor egy másik helyi idő szerint délelőtt, ugye a napszinkron pályának köszönhetően, szintén akkor maga az adott letöltés akkor úgy kezelhető legyen, és még a következő adag itteni kontroll előtt le tudjuk szedni az adatokat, megnézzük, hogy minden oké, és hogyha minden oké, akkor örülünk például, akkor le lehet törölni a műholdra, ha meg nem minden oké, akkor viszont meg újra le kell tölteni, és akkor még kicsit kiegészítjük, és akkor ez így jó lesz. Szóval nagyjából már tényleg kialakult a rutinszerű művelet, viszont ugye a jó hír az egyrészt kettős, mert ugye mondtad is, hogy ez a GRB Beta nevezetű jószág elkészült, úgy hardveresen, ami ugye azért jó, mert akkor lesz idő most mással is foglalkozni, például újra visszatérni a GRB alfának a fedélzeti szoftverére, meg a mindenféle ilyen kapcsolódó dolgokra, hogy még tovább lehessen egy kicsit ezt a szoftverkomponensre reszelgetni, hogy mondjuk ne csak fél másodperces adatgyűjtés legyen, hanem mondjuk akár ilyen tized másodperc, vagy még gyorsabb. Ugye itt is vannak mindenféle érdekes céljaink, majd hát remélem, hogy nyáron, nyár végén, ősszel már erről jobban tudunk mesélni, addig egyről maradjon úgymond titok, mármint, hogy nyilván nem titok, de ne ígyunk a medve előbőrére. Igen, pontosan, tehát legyen inkább meglepetés, mert tényleg szeretnénk olyan dolgokat is kimérni, amit még tényleg senki más nem mér ki bizonyos okok miatt, úgyhogy ez is rajta van a listán, ehhez is kéne majd egy kis szoftverfrissítés, és akkor most, hogy lesz egy kis időnk, most remélhetőleg így a következő hetekben, hónapokban, így akkor azt újra le lehet porolni, és akkor majd megy föl. Na most, a frissített szoftver. Na most ugye itt nyilván az a nagy előnye ennek a műholdnak, hogy bár pici, de pontosan, hogy időben kb. Folyamatosan tudja rögzíteni, nem a gamma sugárzást, ami bejön, és így például egy ilyen nagy csillagászati gamma kitörésnek az elejét, az például lehet, hogy
pont jobban lehet látni, nem? Vagy hogy jobban el lehet kapni? Hát inkább az, hogy olyan helyeken is járól más műhold a kevéssé, mert ugye a napszinkron pálya ugye az, ami olcsó, meg könnyen elérhető, meg ilyesmi, viszont az nem a legszerencsésebb a földkörű sugárzási övezetek miatt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatban mi esetünkben, hogy körülbelül az idő egy harmad részébe ugye ez a kis műhold is benne kering a szószban, tehát akkor nem nagyon tud mérni. Aha. Bár hál' Istennek, hogy vannak néha annyira erős gammakitörések, hogy még ebből az erős háttérből is szépen azért valamennyire, hát nem nagyon látványosan, de azért mérhetően kibukik. És akkor amúgy hány gamma, nagyságrendileg hány gamma kitörést? Hát már több mint 100. De már igazából már azt is nehéz úgy számon tartani, hát úgy heti 1-2 azért úgy megvan. De ez érdekes, kicsit... mert emlékszem, hogy márciusban ment föl a műhold, és nagyjából a nyáron jött az első észlelés 2021-ben, tehát az elején eltelt 1-2 hónap, ha jól emlékszem, lehet, hogy rosszul emlékszem, nem tudom, de hogy az elején mintha úgy kellett volna várni, és akkor most meg azt mondod, hogy hetente jönnek az észlelések. Igen. Hát mi is megtanuljuk, hogy hogyan kell. Hát nyilván ez a szakirodalomban, vagy amikor az ember igazi komoly, nagy csilliárd, dolláros, eurós, stb. Műszereket fejleszget, akkor is azért annak ellenére, hogy akkor a mögött ugye mekkora mérnöki apparátus, meg mekkora tudományos apparátus áll, az képest ott is azért el tud tenni félkötőjel egy év, míg kialakulnak azok a rendes mérések. Hát itt nyilván ugye minden sokkal kisebb, viszont cserébe kevesebben is vagyunk, tehát nagyjából ez a kettő hányadosa az egyébként nagyjából ugyanannyi, tehát ezért kellett itt is így pár hónap, vagy körülbelül fél év, még nagyjából minden kialakult, aztán utána ugye a fedélzeti, hát elsődlegesnek szám, de végül aztán másodlagos fedélzeti számítógépnek a ismert, illetve kevésbé ismert hibái miután kiderültek, akkor tértünk át egy másik adatgyűjtési módszerre, és akkor utána lódult meg így hirtelen a dolog. De ez is már lassan 2 éve, úgyhogy azóta ezt viszont rendszeresen tudjuk. Az az érdekes, hogy ugye ez a műhold méretében, tömegében lényegében olyan, mint a Maszat 1. Első magyar műhold, ez 2012-ben ment föl, az ugyan nem napszinkron pályán, tehát nagyjából mostanosan Maszat az egy 350 kilométeres perigeum mutat földközelpontjú és 1450 kilométeres földtávolpontú ellipszis pályán keringett, és az is tök jól működött, csak hát aztán ugye 22 hónap és 27 nap után a légköri fékeződés miatt leesett. Most a ti napszinkron pályátok az is valamilyen 300-600 kilométer körül, nem? Sokkal inkább. Sokkal magasabban vagytok? Nem, átlagosan igen, aha. Viszont a föld közelpontja meg föld távolpontja az nagyjából ugyanannyi, tehát gyakorlatilag ez majdnem teljesen körpálya, és emiatt ugye az átlagos magasság az annyi, mint a magasság, de viszonylag könnyű vele számolni, viszont az jóval több, mint 350-400 kilométer, most konkrétan 520. Szépen azért zuhan, hát ez pár méter per nap sebességgel azért érezhetően ugye megy lejjebb a pálya, amiatt ugye egyre gyorsabban kering, ugye ahogy egyre megy lejjebb, ami gyorsabban kerünk, még jobban fékeződik, tehát az egy idő után az meg fog szaladni ez a folyamat, de most így az előrejelzések szerint, amit mikor is csináltunk, utána pont 1 éve csináltunk egy ilyen becslést, és azért még a 8 év azért van benne. Ja, ó, hát ez csodálatos. Úgyhogy azért még rengeteg időnk van, remélhetőleg. Hát ha minden jó lesz, akkor előbb minden szuper, akkor ugye előbb tér vissza a légkörbe, mint hogy bármi olyan komolyabb meghibásodás legyen, ami miatt föl kell adni a dolgot. Hát reméljük, hogy ez nem következik be még egy darabig. Na, hát ez óriási, tényleg. És hát ugye mi szerencsére a folyamatos szoftver frissítéseknek, amiről mondtad igazából, egyre jobb lesz a műhold. Így igaz, szokatlan. Így igaz. Hát még vannak tartalékok, a tartalékok azt jelenti, hogy egyrészt tárhely, ahol bele lesz szuszakolni még programot, másrészt meg úgy tárhely, hogy amíg adatot lehet bele szuszakolni, az egy kicsit nehezebb fölprogramozni, de hát, hogy van hely arra, hogy bonyolultabb programok formájában még több adatot tároljunk le, akkor miért ne csináljuk meg. Szóval ezen egy kicsit majd még el fogok gondolkodni itt a következő hetekben, hónapokban remélhető. Ami azt jelenti, hogy nem csak ez a 2x4 megabájt adat mennyiséget tudunk tárolni, hanem egészen 128-at. Ami, hogyha átszámoljuk kilobitbe, akkor az pont annyi, mint a hány napja kering a műhold, szóval azért mondom. Fun fact, igen. Érdekes egyébként, tehát azt mondta Ferenc Saba, aki a nagy öregje itt a magyar űrtevékenységnek, aki kb. Annak idején a műegyetemen elindították a kozmoszkört, meg ilyeneket a 60-as években. Tudod, és aztán
lényegében ott indult az a része a magyar űrtevékenységnek, hogy ilyen kütyüket raktak össze, amik aztán fölmentek. Ő fogalmazta meg egy ilyen ismeretterjesztő előadásban, nem is olyan rég ezt az állítást, hogy magyar űrelektronikai műszer, sőt, magyar fejlesztésű műszer az űrben még sose romlott el. Tehát volt olyan, hogy az űrszonda elromlott, amin rajta volt, de hogy konkrétan az, amit a magyarok csináltak, érdekes módon. Hát akkor rajta a listán. Tök jó, hogy ezt a hírnevet is csak tovább öregbíti a GRB Alpha. Így igaz. Ami, hát tényleg ez döbbenet, nem? Tehát 1120. Az ekkora CubeSatok, hogy átlagosan van egy statisztika arra, hogy ezek meddig szoktak működni. Nem tudom, ez a legtöbb, egy csomó be se kapcsol. Igen. Be se kapcsol, vagy nagyon rövid idő alatt azt mondja, hogy pitty-puty. Vannak egyébként ilyen érdekes esetek, amin el lehet gondolkodni, és na, ez egy jó kérdés, hogy ennek mi a statisztikája, hogy maga a műszer az egyébként, meg a műhold az működik, csak mondjuk nem nyílt ki az antennája. Uh-huh. És hát az nem magyar vonatkozás, és nem CubeSat, de még ennél is kisebb, ugye a Pocket Cube méret kategóriában. Pont a tavaly nyáron, amikor indult az MRC-100, azzal párhuzamosan ugye indult több más szintén rádiómotorsában működő kis Pocket Cube, ilyen 5x5x5 centis kis jószágok. Igen, ezt mondjuk el a hallgatónak, ez az MRC-100, ez a Műegyetemi Rádióklub 100. alapítási évfordulójára. Gondolom, azokat igen, igen, egyébként tavaly, amikor indult volna, akkor még csak MRC-99 lett volna, de ugye most 100 éves a Műegyetemi Rádióklub, úgyhogy idén, ugye 1924-es alapítású, tehát most 100 éves, de ugye a MRC-100 is működik, tehát tulajdonképpen abszolút jó az elnevezés. Mondjuk az utódját azt nem feltétlenül MRC-200-nak fogják hívni, pedig úgy könnyebben meg lehetne egyezni. Hát, reméljük azért, hogy nem kell várni. Na, szóval, hogy annál a startnál is voltak olyan kis műholdak, ahol hát ugye nem volt életjel, ugye teljesen így azt lehetett hinni, hogy, és akkor voltak olyan rádióamatőrök, azt hiszem talán Amerikában, ahol akik hozzáfértek ilyen hát ilyen 10-20 méter átmérő parabola antennákhoz, amik igazából nem voltak olyan szempontból rendszeresen használatban, hogy akkor folyamatosan azzal műholdakat követnek, és vagy bármi más rádióvételi dolgot csináltak. Tehát egy irányba néztek, beletettek a fókusz pontjába valami megfelelő méretű antennát, ami ugye ezen a UHF sávon 430 pitty-puty megahertzen, azért az egy elég nagy antenna. Tehát azt beletették, és akkor úgy figyelgették azokat az átvonulásokat, amikor pont ugye a parabola előtt mentek el ezek a kis műholdak, ugye indítás után nem sokkal, ezek még viszonylag egy kupacban voltak, tehát úgy könnyű volt megbecsülni mikor, és akkor láttak adást, és akkor egyszerűen össze lehet rakni a matekot, hogy ja, egyébként igen, tényleg minden szuperül működik a műholdon, kivéve az antenna nem nyílt ki. Tehát ez egy jó kérdés, hogy egyébként, hogyha nem fér az ember hozzá az ilyen nagyobb, tehát tényleg már ilyen deep space network, jó, nem deep space, de azért tényleg ez a 10-20 méter azért már elég nagy, ilyen nagyságrendű antennákhoz, hanem csak egy kisebb, ilyen pár méteres antennája van, ugye mi is dolgozunk, na azzal észlelni lehet-e ezeket a jeleket, és hogy kiderül, hogy egyébként minden oké, csak az antenna nem nyílt ki, az ugye azért is tanúságos, mert ezeknél a kis múldoknál az antenna kinyitó mechanizmus az egyetlen mozgó alkatrész. Na igen. Tehát igen. Azért az és ráadásul is ilyen one time shots, vagy egyszer kell kinyílni, és akkor ugye ki van nyitva, és már soha többé nem kell becsukni meg ilyenek, mert ugye fönt már van hely, ott már elfér az antenna nyitott állapotban is, ugye a rakétában, vagy a rakétára erősített deployerre erősített, vagy abban lévő kis tárhelyben, vagy hát ilyen kis slotban, ott nem fér el nyitott állapotban, meg hogy kinyitva lenne, akkor beakadna, és akkor nem tudna kirepülni, szóval azért mondom, hogy ott van mindenféle dolgok, amire figyelni kell, de ettől függetlenül, hogyha a nyitás után, hát mármint az indítás után, amikor műholdat kipöckölik, akkor szoktak azért várni egy-két órát, hogy azért kellően messze menjenek egymástól, hogy nehogy az egyik antenna, amikor kinyílik, akkor így megpöccinti a másik műholdat, ott már azért remélhetőleg a végfoktól azért már jó pár száz méterre, és akkor ott valami csúnyaságot csinálsz, vagy kicsit várnak, de hogyha ezt a parancsot ugye nem veszi be, vagy valami mondani, na hát akkor az ugye kellemetlen. Tehát egyébként, amit mondasz, hogy azért sok műhold el sem indul, na ez egy jó kérdés, hogy egyébként, hogy hány százaléka, vagy hányad része vezethető vissza erre, lehet, hogy ezt már soha nem fogjuk megtudni, de az is lehet, hogy most pont ezeknek az aktivitásoknak köszönhető azért már jobban lehet monitorozni ezeket az eseményeket. Vagy ugye szólni kell minden kis műholdas csapatnak, hogy léci, tegyél bele morzét, mert ugye a morze az annyira keskeny sávszélesség, ugye akkor egy frekvencián modulálatlan frekvencián nagyon keskeny sávban ugye ad, hogy még így csukott antenna mellett is kis antennával lehet venni, hogy hú, ott mintha lenne valami. Nyilván értelmes adatot akkor csak ilyen néhány bit per másodperc sebességgel lehet lehozni,
tudni, de még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nem. De nálatok is van morze. Van morze, igen, most. Sőt, a legelején az alapján találták meg a műholdat a rádióamatőrök, igaz? Az alapján morze. Is, igen, aha. Igen, az alapján is, igen. Tehát az volt az a felállás ilyenkor, hogy az elején a műhold még sok morzét ad, és kevés ilyen modemes telemetriát, nagyobb sávszélessége, az úgy nagyjából 1 kilobájt per másodperc, amit ugye tudnak, ezek az a maximum sebesség, az a maximum engedélyezett sebesség egyébként, tehát ugye nem csak azért, hanem azért, mert ugye a rádióamatőr sávban is vannak korlátok, mert egyszerűen maga a teljes tartomány az viszonylag keskeny, ezt kell felosztani, ugye van pár száz műhold, van pár száz csatorna, tehát úgy kényelmesen el lehet osztani, de akkor ugye a csatornák egymás mellett azért viszonylag át tudnak fedni, hogyha nagyobb a sávszélesség a kelleténél. De a morzénak annyira kicsi a sávszélessége, hogy az nem olyan gond, és emiatt ugye könnyebb venni egyszerűbb eszközökkel is. És itt is ez volt. És akkor ez elején még így fél percenként morzézott, most már talán maximum 10 percenként, vagy fél óránként, tehát most már nagyon ritkán morzézik. És akkor ő bemutatkozik. Tehát és akkor bemutatkozik, mondja a hívójelét, egy-két alapadatot, hogy mi a tápfeszültség, meg egy-két ilyen nagyon kritikus dolgot, ami ugye, hogyha mégsem működne valami rendesen, akkor általában ilyenekre lehet visszavezetni, és akkor azt nagyjából látjuk rögtön. Aha. De hál' Istennek most úgy néz ki, hogy minden rendben van, úgyhogy erre nincs szükség. Na de az is van egyébként, hogy a nagy büszkeség itt, hogy ugye mondjuk, hogy ez a szokolébresztő kedvenc műholdja, de hát a szokolébresztő meg a GRB Alfa kedvenc műsora, mert hogy ugye szokolébresztő reklámot sugároz. Hát ez hogy van ez? Ez az, amit múltkor nálunk voltál, és akkor beírtuk ezt a szöveget? Igen, akkor is, meg itten az az alapgondolat, hogy amikor ugye a műholddal elkezdünk beszélgetni, akkor mint rádióamatőr kapcsolat felépítés, így illik ugye beköszönni a műholdnak, a műhold visszaköszön, hogy hello, ezt más amatőrök is tudják venni, tehát ez így teljesen nem, és akkor így egy-két vicces és vagy érdekes üzenetet azért bele lehet rejteni, vagy nem rejteni, nyilván ez nem titkosított dolog, bele lehet mondani, és akkor most az elmúlt hetekben ugye ilyen szokolébresztő reklám is ment a GRB Alfa. Őrület. Na hát úgyhogy akkor így megyünk a csillagokhoz. Most egy kicsit nehezebb a dolog, már nem úgy nehezebb, tehát pontosan ugyanolyan nehéz, csak hogy most átálltunk nyári időszámításra, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a műhold már inkább ilyen 10-11 körül jön délelőtt, tehát pont a műsor után. Uh-huh. Amíg téli időszámítás volt, addig ugye pont így 9-10 között volt az első átmenet, amikor még pont időben lehet reklámozni. Képpen a műholdról, műhold hatására kapcsolt ide, hogy hallott, hogy 90,3 MHz-es frekvencia modul. Sávon. Igen, tehát a 437,025 MHz-es frekvencia modulált sávon lemegy egy digitális üzenet, hogy a 90,3 frekvencia modulált sávon itt tessék szépen figyelgetni. Igen, szóval. Na, és akkor ezzel egyébként el is mondtam, hogy a frekvenciát, tehát 437,025 plusz-minusz Doppler. Mert na, ugye még a szokolébresztőnek viszonylag kicsi a Doppler korrekciója, még akkor is az ember kocsiban ül, azért a műholdnál egy fokkal nagyobb. Ez azt jelenti, hogy pont egy ilyen sávszélességnyivel kell arrébb hangolni, hogyha a műhold éppen közeledik vagy távolodik. Várj, ez mennyi játékot jelent tényleg? Tehát ugye 8 km per másodperc. Igen, ez 10 darab kilohertz. 10 kilohertz jobbra vagy balra, igen, attól függ, igen, hogy éppen jön a műhold, vagy megy. Igen. Ami ugye azért vicces, mert akkor azt hinni az ember, hogy hú, hát hogyha ezeket a csatornákat szépen kiosztjuk ugye a szomszédos műholdak között, akkor az nagyon jó, mert szépen arrébb lehet pakolni 10-20 kHz-esével, de hogyha mondjuk egy olyan napszinkron pályán jön az egyik műhold, ami reggeli, a másik olyan meg, ami esti, az azt jelenti, hogy mind a kettő jön reggel, csak ugye ellentétes irányból, ugye az egyik közeledik, a másik távolodik, amikor pont ugyanolyan irányba nézzük, akkor hiába teszi az ember 4 csatornával arrébb az egyik műholdnak a frekvenciát másikhoz képest, akkor pont elkezdik zavarni egymást. Mert hogy pont a Doppler miatt az egyik közeledik, másik távolodik, és hát akkor így jártunk. Egyébként ez viszonylag gyakori. Tehát az érdekes, hogy ez viszonylag gyakori, amikor egy-két szomszédos kollégával, mert műhold kollégával így az ember műholdja így összeáll egy pár nap erejéig, akkor hát bizony akkor vannak olyanok, hogy egyiket se lehet venni valójában, mert hogy az egyik zavarja a másikot, de cserébe a másik is zavarja az egyiket. Úgyhogy hát ez ilyen így járás. Ja. Hát jó, egyre nagyobb az adatforgalom, tehát igazából attól nem is kell esetleg félni, hogy összekoccannak a műholdak, de hogy a frekvenciába szétzavarják egymást egyre. Nem olyan nagy probléma nem, ez. Még nem ennyire telített? Nem. Tehát azért mondom, ez egy előfordult már, tehát már volt már olyan letöltésünk, hogy hoppá, ez most csak így részlegesen sikerült, mert hogy éppen jött a UVSQ-szat, meg valamelyik másik műhold, ami hasonló pályán
kering, vagy úgy hasonló, hogy hasonló, de mégis fordított, és akkor emiatt ez kicsit így ütközünk, de se baj. Hát ez együtt kell ezzel élni, ez ilyen. Hát ez nagyon jó, hát akkor további sok szép sikert a GRB Alfának, ami ugye, ahogy a neve is mutatja, az még csak a görög ABC első betű. Igen, tehát 24 betű van a görög ABC-ben. Megszámoljuk. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, y, fi, ki, psi, omega. Igen. Na, egész 24. Jól megy. Na, még ezek meg megvannak. Na, jó van, jó van. Szóval 24... Na jó, de akkor az alfa az kitűnően pittyeg, és akkor jön a GRB beta. Így igaz. Na most a GRB beta készen van. Így igaz. Na erről mesélj el, hogy mit lehet erről tudni, mikor megy föl, mit fog csinálni, mitől bétába beta, mint az alfa, és különben is. Kik csinálják eleve? Ez sem hangzott el, a Konkoliról beszéltünk, de hát ezek mindig kollaborációs projektek. Így az. Gyakorlatilag a társaság az majdnem teljesen ugyanaz, ugyanúgy a csemek-szlovák kollégákkal együttesen csináljuk ezeket a műholdakat. Ugye a műholdnak úgymond a hasznos terhe, ugye a payloadja, annak ugye a legnagyobb hát mondjuk úgy, hogy tömegű része az még mindig a GRB-s kísérlet, ami egyébként majdnem exaktul identikus a GRB alfás detektora, pont azért, mert hogy hát valójában nem volt olyan sok időnk, tehát hogy nagyon újra tervezni nem nagyon lehetett a dolgot. Itt már egy picit más irányból kellett kiindulni, mert eredetileg ez is egy egyegységes, tehát 10x10, hát jó, legyen 11,35 centi is jószág lett volna, de később kiderült, hogy hoppá, hát valójában akár háromszor ekkorát is csinálhatnánk, mert hogy az egész projekt az onnan indult be, hogy a szlovák kollégák kaptak egy lehetőséget az Ariane 6 Maiden Flight-on. Ugye a Szlovákia az még nem teljes jogú ESA tag, hanem ez a, mi is a pontos neve, ez a, ami Magyarország is volt elő. Igen, de ez valami más, ez a collaborating state, vagy micsoda, nem a cooperating state, hanem erre várjál, ez a társult tag, vagy micsoda, mert ezt múltkor elmondta itt a Szokolébresztőben a szlovák űrügynök, a szlovák űrirodának az egy elnöke. És így igaz. Csak meg mi jut eszembe, de azt igen, tudom, igen, hogy nem cooperating state, mint ami mi voltunk, hanem annál egy komolyabb, egy komolyabb szint, egy nem teljes rögú, associate member state, így hívják, ez a társult tag. Igen, na azt mondom, nem teljes rögú tag, mert De baj nem. Igen, tehát már lassan ők is ugye társult, mi ez teljes jogutag, és mint ilyen társultak kaptak lehetőséget az Ariane 6 Maiden Flight-on, ami majd valamikor lesz. Na, ugye, és akkor ez az új európai nagy hordozó rakéta első repülése. Nem feltétlenül jelent ez jót, mert a rakéták elemesek az első startot felrobbani, de a Massat 1 is a Vega nevű európai rakéta első startján volt, és az például működött. Igen, a rakéta is, a műhold is. Szóval, ja. Úgyhogy... Na ja, szóval Ariane 6. Megnézem mindjárt, mit mond az internet, igen, hogy ez mikor megy föl. Az a legegyszerűbb, hogy az ember megnézi a Wikipédián, most elvileg Q3, 2024 Q3, ami azt jelenti, hogy a harmadik negyedév, ami július 1 és szeptember 30 között bármikor lehet, plusz késés. Amiben ugye az a jó, hogy ez az időpont már az elmúlt hónapokban nem nagyon csúszott, mert az elmúlt években ugye volt az Ariane 6 indítása, vagy tervezett indítása, az gyorsabban csúszott, mint hogy telik az idő. Igen, az para. Igen, tehát divergál. Két évvel ezelőtt még úgy volt, hogy egy év, ahhoz képest ugye egy év múlva indul, egy évvel ezelőtt meg úgy volt, hogy ahhoz képest másfél év múlva indul, tehát ami egyébként mostanában ugye eljön, már lassan, már fél éven belül már tényleg elindul, és akkor igazából onnan lehet látni, hogy tényleg az a projekt is jól halad, és ugye a tervek azok nagyjából kezdenek. Még mindig június közepét írnak, tudom, hogy ez a leg... Igen, ami belefér abba, hogy harmadik negyed év. Júni, az még nem, az még hát, a második negyed. Hát attól, jó, hát... Attól függ, onnan nézzük, igen. Jó, igazad. Na jó, szóval oké, nem kizárt, hogy még idén fölmegy. Igen, akkor egyébként így lehet ezt szépen átfogalni. Hónapja volt egy teljesen sikeres hajtómű tesztje, tehát az Ariane 6-ot kivitték oda Kourouban, Francia Guyanában az indítóállásra, behörrentették a hajtóműveket, nem repült semmi sehova, csak megnéztük, igen, hogy működik-e. Pöcröf. Igen, teljes siker volt, kikapcsolták, azóta is nézegetik az adatokat, de még
kell kis finom hangolásra néhány hónap, de ti múlt héten vagy valamikor már leadtátok a műholdat. Igen, tehát igen, azt ti már nem látjátok. Azt már nem. Azt már nem. Kivéve, hogy annyit késik, hogy oda kell menni tölteni. Ó. Na, ez is egy érdekes kérdés. Tehát, hogy mennyivel, tehát mennyi kell, hogy legyen az aksi... Tehát igen, tehát ez az, hogy űrkutatásról beszélünk, sem van, hogy éveket csúsznak a dolgok, így leadjátok így a cuccot, berakják a rakétába, vagy mit tudom én, akkor mi van, akkor lemerül az aksi? Vagy, na, elvileg az van, hogy neked kötelességed úgy leadni a műholdat, hogy 3 hónapot kibírjon. A 3 hónap az jó kérdés, hogy most 90 nap, vagy 91,2 tized, vagy mennyi az évnek a negyede. Mindegy, tehát hogy úgy 3 hónapot bírjon ki. Tehát neked ez egy kötelességed, viszont a launch providernek, aki biztosítja a start lehetőséget a rakétának a legfelső fokozatán, ami ugye nem az a cég, aki építi a rakétát, hanem az a cég, aki odaszereli azt a kütyűt, amiből a műholdakat ugye kipöckölik, annak biztosítania kell utána, ami szintén a cégnek a kötelessége, hogy te odaférj és tud tölteni. Persze vannak olyan megoldások, ahol azt lehet mondani, hogy a műhold elektronikája az olyan, hogy az bármennyi időt kibír, mert hogy abszolút lemerült akkúról is újra tudja magát bootolni, újra tudja úgy indítani ugye a fedélzeti rendszereket, hogy addig töltögeti az akut, amíg nem ér egy bizonyos töltöttségi fokot, addig minden kvázi leáll, csak arra figyel, vagy arra fókuszál ugye maga az elektronikai rendszer, hogy az akkumulátorokat töltsék, és akkor utána, hogyha kellő mennyiségű kraft összegyűl, akkor kezdi a rádiódást, és vagy az antennáknak a kinyitását, mert ugye az antenna kinyitásához így hirtelen kell egy nagy teljesítmény. Tehát igen, ezt akartam is kérdezni, hogy nálatok ez hogy megy? Ugye az a gyakori eljárás, hogy van egy ilyen vékony szál, amit hőve, hát zsúlhővel átégetnek. Igen, pontosan. És akkor puny, mint egy mérőszalag, csak ugye még ez hang nélkül, mert az űrben van, kipattan az antenna. Az antenna. Mint egy ilyen colstok, vagy hogy hívják ezt a mérőszalag. Igen. Konkrétan hát a Massat egy esetében annyira mérőszalag volt, hogy még a centiméter beosztást is látta volna az arra járó földön kívüli az oldalán. Amiben ugye az a jó, mert egész pontosan be lehet hangolni az antennát, egyszerűen oda kell rögzíteni, ahol a skála van. Igen. Tehát ez Na, de hogy akkor nálatok is ez az vagy ez a standard antenna nyitó. Tehát igazából ez a mozgó alkatrész, amit mondasz, az sem igazából egy mozgó alkatrész annyiban, hogy nem te mozgatod. De mozog, mert az elején nem ugyan néz ki, mint a végén. Okay. Végén nem úgy néz ki, mint az elején. Jó, csak nem kell hozzá mozog, motor. Csak nem úgy. Igen, tehát nem kell hozzá forgó. Hát eszköz. Hát forogni nem forog, de mozog. Jó. Tehát egy műhold belsejében mozgó alkatrészt tenni nem kell. Hát ezeknél, amit ugye teszünk, lehet tenni, azok inkább kísérletiek. Tehát, hogyha nem működik, akkor az is egy kísérleti eredmény. Ugye a GRB bétán pont azért, mert ugye hirtelen megnőtt 2-szer annyira, ezért volt egy kísérleti helyzet stabilizáló rendszere, ahol már vannak lentkerekek, reakciókerekek, amik ugye definíció szerint kerekek, tehát forognak. Igen, tehát ott például van. Ha nem működik, akkor sincs semmi gond, mert az is egy kísérleti eredmény. Ha meg működik, akkor meg valamennyire lehet majd a műhold helyzetét stabilizálni, és vagy irányítani. Ugye a két dolog az nem teljesen ugyanaz, csak majdnem. És akkor amúgy a tiétek olyan, hogy mondtad ez a 3 hónapos izé, tehát akkor a tiétek az olyan, hogy majd kellett, adott esetben kell tölteni, vagy a tiétek olyan, amit nem kell tölteni. Hát milyen, hogy most 6 hónapot bír papíron, és amikor kérdezték a srácok az integrálás során, hogy na, akkor azért volt egy halovány mosoly. Amiből azért lehet sejteni, hogy lehet, hogy azért ez kicsit csúszni fog az Ariane 6, de talán annyit nem. Tehát van esélye, hogy kicsúszik ebből. De egyébként, mivel azt hiszem, az még Q1-ben lett, tehát még márciusban, ami Q1, és ugye papíron Q3-ban indul, hát hogy most ez tényleg ebben most nem menjünk be, most a június az minek számít, de ugye biztos van olyan hivatalos kommunikáció, amiben azt mondják, hogy ez Q3, és 3-1 az 2, 2-ször negyed év az fél év, tehát igazából ez még bőven benne van. Tehát jó. Bőven esélyes, hogy akkor még ki kell szaladni. Tehát az Ariane 5 az első startján tök értékes rakománnyal akkor átrobbant, hogy ezért. Úgyhogy reméljük, hogy igazából inkább csúszson, mint hogy igen. Hát aztán annak is vannak ilyen előnyei, hogyha oda kell menni tölteni, mert akkor nyilván szoftverfrissítéseket is rá lehet tölteni, ami azért sokkal könnyebb köldögzsinóron,
mint rádió. A kettő az teljesen identikus, ekvivalens, azonos, stb. Csak azért egy drótmadzag, ahol mondjuk megabiten megy a kommunikáció, ez még mindig hatékonyabb, mint egy kicsit kevésbé megbízható rádiós 10 kilobites link. És mi, itt van egy USB port, vagy valami? Hát nem, USB, tehát... nem pont egy USB, mert azért ennek megbízhatónak kell lennie. Ja, bocs. De egy hasonló kis csatlakozó, ahol megfelelő bidzsoglón küldéssel be lehet küldeni az adatot, meg ki lehet küldeni az adatot. Úgyhogy igen. Hát ez azt hiszem, és ráadásul nem is csak egy, hanem kettő külön. Tehát már a köldökzsinór is redundáns ilyen szempontból, mert két fajta drótmadzagon is ki lehet hozni, sőt, még az is lehet, hogy három. Na de várjál. Igen. Most azt akartam megkérdezni még, hogy ugye mondtad, hogy három literes a műhold. Nem, ez kettő. Kettő. Három is lehetett volna. Lehetett volna, igen. De mi van benne még? Azon kívül. Tehát például a szlovák, és tehát a főműszer az a gamma detektor. Hát igen, mert erről kapta a nevét. Világos, de milyen potyautas, akkor mondjuk így milyen potyautas eszközök, kísérletek. Ez a helyzetstabilizáló rendszer, ugye az elég nagy. Ez egy technológiai kísérlet. Az is egy technológiai kísérlet, de ahhoz, hogy maga a többi kísérlet is értelmezhető legyen, például ugye a gamma kísérlet az ehhez tartozik, ahhoz az nem árt. Van benne szintén saját fejlesztésű helyzetmeghatározó, tehát hogyha a műhold az, még ez a helyzetstabilizálás még nem is működne, még akkor is tudjuk, hogy a műhold az hogy forog, vagy éppen milyen helyzetben és áll. És az a fény alapján? Infra. A légkör, infra. Úgy értem, tehát, hogy merre van a föld. Merre van a föld, meg merre van a nap. Aha. És ugye ez a kettő összekombinálva, hogyha tudod, hogy merre van a föld, meg tudod, hogy merre van a nap, meg tudod, hogy mennyi az idő, meg tudod, hogy kb. Hol vagy, abból ki lehet számolni, hogy körülbelül merre nézel. Arra körülbelül azt jelenti, hogy itt a cél az, hogy meglegyen így a 10 fok, vagy hát még a 10 foknál is egy kicsit jobb, tehát inkább ilyen ívperces nagyságrendű pontosság. Nyilván, hogyha mondjuk 5 fok lesz az elért pontosság, annak is nagyon fogunk örülni, mert eddig például, amit a GRB-alfáról tudunk, az konkrétan semmi. Tehát ott ez az információ, ez nem áll rendelkezésre. Lehet valamit méricskélni, hogyha akarunk, még egy kicsit azon is dolgozni kell, hogy azokat még pontosabban mérjük, szintén ugye ilyen szoftverfrissítéses trükkökkel, de ez még, hát nem azt mondom, hogy jövő zenéje, mert annyira nem, de majd ott is megpróbáljuk kireszelni. Na, ez sokkal egyszerűbb lesz a GRB bétán. És amúgy a GRB alfáról, ugye, ha másból nem, például az emlegetett Dopplerből, vagy intenzitásból, azt például biztos tudjátok, hogy milyen gyorsan forog. Így igaz. Milyen gyorsan forog. Ezek mi voltak, bugdácsolnak. Igen, ez változik. Ha. Tehát ez az érdekes, hogy ugye az alapötlet az ilyen kis műholdaknál, hogy nem nagyon tudsz, mert nincs benne hely, meg nincs benne elég, hát mondjuk úgy, hogy teljesítmény, mert ugye ezek az eszközök azért fogyasztanak is valamennyit, ahhoz, hogy rendes helyzetstabilizást csinálsz, ugye passzív stabilizálást szoktak csinálni, hogy a műhold úgy viselkedik, mint egy iránytű, tehát ugye be kell állni a mágneses térbe, de ugye az iránytű is, mikor beáll éjszakra, akkor is ugye rezekve áll, tehát nem rögtön beáll éjszakra, és úgy marad. Ugye itt a Földön azért, mert a kis iránytűnek a kis izékéje azért áll be viszonylag pár másodperc után pontosan éjszakra, mert a súródás az lecsillapítja, na az űrben a műholdnak ilyen nincs. Úgyhogy bele kell tenni valamit, ami kicsit úgymond ilyen súrlódásszerű dologban elviszi az energiát, és erre a legegyszerűbb az ilyen örvényáramú megoldások. Ezt úgy kell elképzelni, mintha veszünk egy motort, megforgatjuk a tengelyét, akkor az úgy forog, de hogyha a motornak a drótmadzagjait, amivel betápot kéne adni a motornak, azt ugye rövidre zárjuk, akkor a motor sokkal nehezebben forgatható. Tehát exaktul ugyanez a trükk a műholdaknál, és akkor szépen lecsillapodik. És a GRB Alpha is ezt csinálta egyébként, hogy az elején még olyan félperces periódusra, 20 másodperces periódusra, hogy forgott, bugdácsolt, oké, és akkor szépen elkezdett csökkenni, akkor már elért a több perces izit, és akkor ennek nagyon örültünk, ó, szuper, minden működik. Na, és akkor jöttek a kalandok, mikor egyszer csak elkezdett újra felpörögni. És akkor most ezt csinálja, gyakorlatilag egy pár hónapos időskálán földgyorsul a pörgése, és a pár hónapos időskálán lelassul. Most éppen megint igen. Ilyen 5-6 perc, 10 perces forgási periódussal de forog. Még a Maszat előtt mi számoltuk ezeket annak idején, így ugye? Igaz. Tehát ott nem volt. Tehát ott egyszerűen csak azt, mert ugye az vicc az egészben, hogy ugye ezek ilyen poláris jellegű pályán keringenek, tehát lényegében átmennek az északi, mágneses pólus fölött. Igen. Vagyis a déli, ami éjszaka, mindezt hagyjuk. Na, de a lényeg, hogy ugye az olyan, mint hogyha az iránytűvel másfél óra alatt elrepülnénk az északi sark fölött körbe-körbe.
nyilván emiatt már önmagában, hogyha kicsi a csillapítás, ugye van egy ilyen lögdösés, egy periodikus lögdösés, és hát ugye ez láthattuk, hogy szimulációkban is, hogy ez tud bizony kaotikusan viselkedni, amiben simán benne van. Mert a GRB alfa bétán az összes ilyen gamma detektoros kis műholdon, ahol a detektor az nagyobb, mint a műhold, hát jó, ez itt túlzás, de hogy azért úgymond erősen összemérítanak, annyira furcsa a tömegeloszlása, hogy bőven benne van ez. Van az a kísérlet, hogy az ISS-en lepörgetnek egy kilincset egy valami csavarmenetről, és akkor a kilincs így elkezd ilyen... Johnny Bekov effektust. Az nagyon érdekes. És ez egy nagyon látványos videó. A GRB alfa az egy mármint a tehetetlenségi nyomatékát tekintve egy gömbnek tekint, nem? Nem. Per kocka alakú ugyan, de nem egyenletes a tömegeloszlása. Nem, mert a tömegének az egyharmada az az oldalán van, és annak az egyharmad tömegének szinte az egyharmad meg az élén van. Hát akkor nem, meg nem. Főleg... Persze. Ja, hát akkor még mágneses tér nélkül is tudhatna akár ilyen mutatványokat művelni. Persze. Na, egyébként bekapcsoltam közben a telefonokat, ahogy ezt 3-4-kor szoktuk, amikor élőadás van, és éppen nem rohanunk kifele a műsoridőből, úgyhogy a 215-37-73-as számon az értékes is hozzászólásokat és kérdéseket szeretettel várjuk, de közben persze mi folytatjuk itt a szakértést. Így igaz. Úgyhogy hát ez marha érdekes egyébként, ez az egész kis műholdas téma, de még egy picit ejtsünk szót arról is, ahol te múlt hétvégén voltál, ami igazából a Kenszet. Így igaz. Mert hogy nekünk volt korábban egy szokolébresztő adásunk, nem is olyan rég, amiben bemutattuk magát a Kenszet versenyt, ami arról szól, hogy középiskolások építenek ilyen majdnem műholdakat, amik ugye nem mennek fel az űr. Azért kell, mert akkor, mint egy sörös doboz, abba kell mindenféle cuccot belerakni, például elektronikákat, rádiót, mérőeszközt, ilyesmit, és aztán nem is az űrbe, de mondjuk 1 kilométer magasra fölrepítik rakéták, igen, és akkor igen. Az ejtőernyő visszapottyan, és versenyeznek gimnazista csapatok. Ugye igen, erről igaz, volt igen, egy igen. Egész tisztességes szokolébresztő, és akkor is megemlítettük, hogy te ottan zsűritag vagy, meg ilyen, mit tudom én, micsoda. Szakmai szervező, így van, viszont azóta megvolt maga a verseny. Így igaz. És arról, ha esetleg szólnál néhány keresetlen szót, ez a Kenszet, Cansat, vagy mi? Cansatverseny.hu. Cansatverseny.hu, köszönöm. Igen, igen. Igen, ezt kerestem. Na, szóval itten milyen volt? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt, olyannyira, hogy nagyon jó felkészült csapatok jöttek. Ugye 10 csapatnak biztosított ugye maga a rendezvény start lehetőséget, egy rakétába két kis műhold makett, két kis Kenszet fér bele. És hát annyira felkészültek voltak a csapatok, hogy még én is tudtam nézegetni a startot, mert hogy ugye itt a zsűrinek, szervezőknek az egyik feladata az, hogy megbizonyosodjon, hogy ha a Kenszet maga az egyrészt, hogy legyen jó, másrészt meg ne okozzon kárt ugye másban, ugye ez egy ilyen kicsit ilyen furcsa és vagy fordított logika, mert az, hogy a maga a kis műhold makett az, vagy műhold, hát hívjuk műholdnak, az nem működik, akkor csak annyi, hogy a csapat rosszabb helyezést ér el a versenyben, viszont úgy nem működik, hogy valami módon kárt is okozhat. Akár a rakétában, akár a másik műholdban, van rajta valami kinyíló alkatrész, ami idő előtt kinyílhat, vagy egyszerűen széttörik, mert nem bírja a gyorsulást. Tehát nagyon sok ilyen apró dolog van, ami elbukhat. Na, ezt ugye érdemes előtte kiszúrni, és a csapatok olyan jó felkészültek voltak, ezek nagyon gyorsan túl voltunk, úgyhogy mi is tudtuk élvezni magát a versenyt, és akkor utána meg hát másnap volt az értékelés, ugye a csapatoknak az előadása, stb. És ott is nehéz dolgunk volt. És ami ugye azért jó, mert azt jelenti, hogy a csapatok jók voltak. Tehát ugye nagyon könnyű dolgunk lett volna, az valójában nem lett volna ilyen szempontból szerencsés, mert az azt jelenti, hogy vagy nem voltak úgy általában jók, vagy azért, hogy csak egy-két jó lett. De nem, hál' Istennek nem ez volt a helyzet, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, meg nagyon jó volt a maga a hangulat is, verseny is, úgyhogy hát abba bízunk, hogy akkor a következő évi is hasonlóan jó lesz.
Hát ilyeneket lehet mondani, hogy például a csapatok megfogadták a tanácsainkat, meg ilyen teljesen ilyen furcsa módon is lehet. Úgyhogy ez egy nagyon jó, mert néha már mi is unjuk a saját hangunkat, ilyen értem, hogy mindig ugyanazt mondjuk el mindig, és akkor egyszer csak végül az, hogy tényleg ezeket az emberek így meghallják, a diákok, gyerekek meghallják, a mentorok figyelnek rá, és akkor így sok úgy tényleg egész szuper dolgokat lehet csinálni. Ja, hát írják is a kommentelők, hogy mi is unjuk a hangunkat, hát ők meg azt írják, hogy a két beszél, olyan jó, hogy a két beszélgető társ, mint te meg én, legalább érti, amit beszélnek. Tészta műhold építés a műegyetemen. Tészta műhold? Tészta híd. Tényleg innen jön. Híd. Igen, olyan verseny tényleg volt, igen, igaz? Igen, tészta híd, meg sörös doboz műhold. Teljesen ilyen kulináris kötőjel technikai. Hát jó, igen. De ugye igen. Itt a műegyetem csak úgy jön a képbe, hogy a műegyetemről nőtte ki magát az a cég, ez a BMS Suborbital csapat, mondjuk úgy, hogy csapat. Cég, nem, csapat, ugye? Igen, mert ők is versenyeznek egyébként, ugye rakéta, modern rakéta a kategóriában, ugye nemzetközi porondon. És itt ebben a kenszetes felállásban ők voltak úgymond a launch providerek, tehát úgymond az a csapat, aki szolgáltatta a startot, persze. És tök sikeresen. És nagyon sikeresen, persze. Minden működött, minden. És most lesz nekik egy Böszme nagy rakétájuk, amit már be is mutattak a népnek, olyan rég, egy szép esemény keretében a műegyetemen. Így igaz. Igen. És egyébként még az arról nevezetes még ez a csapat, ez a BMS Suborbitals, hogy ők építettek először olyan rakétát Magyarországon, ami hangsebességnél gyorsabban repült. Azt nem tudom, tudtad-e? Na, hát most már ezt is tudjuk. Most már ezt. Igen. Na, az jó kérdés. Ja, igen, tényleg, mert ilyen mérések is voltak, hogy ugye a gyerekeknek kellett mérni, mint a középiskolás csapatoknak ugye kellett mérni alapszintű telemetriát, vagy biztosítani alapszintű telemetriát, amiben kellett mérni ugye például a kis eszköznek a magasságát, ahogy fölmegy, az még úgy nem lett volna annyira izé, de ahogy szépen ereszkedik lefele ugye egy tőernyőn egy-két perc alatt, és ugye ezt össze lehet hasonlítani a rakétás telemetri adatokkal, hogy na, akkor tényleg minden rendben van, és nem mondjuk valami más kerülő módon mondjuk ránéznek binokulár, megnézik, hogy olyan magasan van, és beírják a jegyzőkönyvbe, hanem úgy tényleg szabályos méréssel valós időben mérik ezeket az adatokat, de nyilván ilyenekre is figyelniük kellett, és hát akkor mi is ugye értelmezgettük az adatokat, és akkor kijött az, hogy a maximális sebessége az így mennyi volt, és akkor tényleg ez a több száz méter per szekundum, tehát azért ez így eléggé 20G-s gyorsulás, mindez így pár másodperc alatt, szóval az úgy elég szombosan úgy megy. És ki kell bírni a gyerekek által összecsavarozott cuccik. Igen, és akkor az a kérdés, hogy hogyan tudod biztosítani mondjuk ilyen fizika szakkör keretein belül, vagy bármilyen kis egyszerű kísérlet keretein belül, hogy az eszközöt kibírja a 20G-t, és akkor például ilyeneket lehet számolgatni, hogy veszel egy kis dobozt, mondjuk egy ilyen mosószeres dobozt, beleteszed a kenszetet, és akkor megpörgeted a fejed fölött egy pár méteres, mondjuk egy méteres zsinóron, és ez így kellemesen pörgeted mondjuk másodperceként forró kettőt, akkor kiderül szintén ilyen középsulis fizika képletek alapján, vagy hát képletek alapján, amit középsulival is lehet már tudni, hogy ez pont 20G. Jó, hogy kicsit begyorsítasz, akkor van az 25G, és kicsit már lelassítod, akkor csak 10G, de egész jól be lehet lőni például ilyenek, és ezt lefilmezed, levideózod, képkockáról képkockára megnézed, és akkor tényleg be lehet lőni pontosan. Na igen, te valójában én egyszerű házi eszközökkel is simán elő tudsz állítani 20G-t. Szerintem kisember kérdezi, hogy hívják a gitározó elemi részecskét. Szerintem Eric Clapton, de... Na, jó, mindegy. Csak úgy jöttél el. Na várjad, csak azt akartam mondani, hogy a 176. szokolébresztőt lehet visszahallgatni, akit érdekel a Kenszet verseny, főleg olyanoknak, ugye... És ez most hanyadik egyébként, most nagyok 178? Vagy 178. Nem, mindjárt elmondom neked, hogy hanyadik szokolébresztőben vagyunk, de még meg egészen pontosan hozzá kell adni egyet a múltkorihoz, és a múltkori volt a 181. Tehát ez a 182, szép mint kerekszám. A Blink 182, igen, csak ez nem olyan. Na, de viszont ugye az van, hogy viszont a 176. szokolébresztő volt, amiben a Kenszet versenyről esett szó, majdnem műholdakat építő középiskolások, ezeket épp úgy a Tilos Archívumban, mint a Parallaxis felületein vissza lehet hallgatni, beleértve a YouTube csatornánkat, SoundCloudot, minden izét, ott a sokolebresztó.hu felől közelítve lehet oda például eljutni, és ott például esett szó erről az egész versenyről, ezt főleg azért szeretem orba szájba reklámozni gátlástalanul, mert hát, hogy egy csomó, tudom, hogy hallgatják középiskolás, sok, illetve középiskolás tanárok is ezt a
műsort, és bizony csak javasolni tudjuk mindenkinek, hogy a jövő évi, azaz 2025-ös Kancet versenyt is majd jelenlétükkel, hogy mondjam, emeljük a jelenlétükkel a jelenlétüket, vagy igen, vagy ez olyan, mint az így jár, aki pórul, hogy nem tudod, hogyan kell mondani rendesen, vagy eredetileg. Egy biztos Kancet verseny.hu. Na, jó van. Oké. Ja, na hát ez egészen kemény. Szóval jó, hogy ez volt, és akkor fölröppentek a rakéták. Ez valami katonai egyen volt, nem? Ilyen igen, katonai lőtéren, vagy mi a bubánat. Igen, légtérzárral, útzárral, mindennel, ami kell, indítási ablakokkal. Tehát volt egy 10 perces ablak, amikor mehettek a rakéták, hogy bármi technikai gond van, akkor majd egy óra múlva újra. És a középiskolások az... mondjuk fél órával előtte rájön, hogy nem működik a kütyű, akkor ott azonnal pánikszerűen ott a sátorban megforrasztják. És akkor ez így történik. Ez történik. Igen, most sokkal kevesebb forrasztópákát látunk, mint tavaly. Tehát azért mondom, hogy van. Őrület. Van fejlődés, abszolút. De ez nagyon jó, mert hát mi másból lehetne legjobban megtanulni, hogy milyen persze. Is az űrtevékenység. Persze. Igen. Persze. A stresszfaktor. Amikor GRB bétához csináltunk ilyen előintegrációs teszteket, meg mindenféle ilyen elektronikai összeállításokat próbálgattunk ki abból a borban, ami végül akár még flight modell is lehetett volna, de végül azt hiszem nem az lett, sőt, biztos, hogy nem az lett, akkor így meg is jegyeztem magam, hogy csináltam egy fotót, mert ez pont olyan, mint a Kancet verseny az indítás előtt egy fél órával, csak az a különbséggel, hogy a GRB bétás szerelés alatt az asztalon volt egy ilyen antisztatikus fedő, vagy mi az ilyen terítő, ami le volt földelve, pont azért, hogy ugye az egy kicsit úgy jobban féltjük azokat az elektronikákat, mint egy kancetes elektronikát, de egyébként úgy maga a hangulat az... Tehát nem ilyen mucsiék villanyszerelnek típusú feeling. De azért olyan megjegyzések is néha előfordultak, de persze. Tehát ez valójában azért nem annyira áltávol a valóságtól, mert a valódi műholdak világától ez a kancet, nagyon sok aspektusában sem. Tehát amikor mi elmondjuk, hogy mire figyeljenek a csapatok, mire figyeljenek a mentorok, hát valójában azokra a dolgokra nekünk is figyelni kéne. És hát persze azért figyelünk mi is, tehát azért nyilván nem csak azért ez vicces, hogy kicsit olyan skála invariáns ez a dolog, hogy kis méretben, kis felkészültségben is. Egyébként mondjuk azt azért hozzá kell tenni, magak a műholdas alkatrészek, meg a műholdas, azért azok kisebbek, mint a Kancet. Aha. Tehát azért ott egy mondjuk egy telemetria rendszer, egy tápegységrendszer, az úgy tud kisebb lenni, mint egy Kancetes. Annak ellenére, hogy a Kancet azért mégiscsak 3,3 decil műhold meg 1 liter. Ja, hogy ez nem is fél literes sörös doboz, hanem ilyen harmad literes. Nem. Ez akkor nem is sörös doboz. Igen, hát van ekkora sör, de minek? A helyneken árul. Ne jelenítsünk meg termékeket. Igen. Tehát abból is van ugye 3 decis meleg alkoholmentes, tehát azért lehet azt fokozni. Persze. De nem kötelező olyan. De például, és egyébként tényleg abba szerelik bele? Vagy van egy standard Kancet konténer, vagy konkrétan üdítős dobozba szerelik nem, be? Nem. Ezek általában 3D nyomtatott konténerek, viszont a méret az exaktul megegyezik. Uh-huh. Tehát elképzelhető, hogy a Kancet sztori kezdetén még ezek igen, konkrétan. Igen, lehetne. Most, ami a legközelebb volt az üdítős dobozhoz, az valójában én szennyvíz lefolyó cső, tehát amiben hát mondjuk az OP-ba, ja, már megint mindig termékeket jelentek meg, ez szörnyű. Igen. Közelebbről meg nem jelenített. Vagy mi meg nem nevezett. 3 betűs. Barkácsáruházban kapott hol folyó csőből lemetélt darab. Alkotta a műhold rendszer külső burkolat. Egyébként az 1-2 milliméterrel kisebb átmérő, mint a standard. Tehát az a jó, mert a Kancetnél ugye 66 milliméter az előírása, azok a standard, hát ilyen kakipisi csövek, azok meg 63 milliméteresek. Ami azt jelenti, hogy az oldalán még van hely. Tehát azért az a pár milliméter az nagyon sokat számít. Uh-huh. Hát ugye ezt a GRB alfabétás világban is tudjuk, hogy ott is, ja, úristen, itt még rengeteg hely van, 0,3 milliméter, minden szuper, tehát ez bőven az a szint, és ugye Kancetnél is megjelennek ezek, ó, itt meg van 1 milliméter, ó, mit tegyünk még oda. Hát ez bőven játszik, és amikor 2 milliméterrel kisebb az átmérő, hát ez már maga mennyország. Hát ma is tanultunk egy-két fontos és érdekes dolgot. Például azt, hogy cokolébresztő reklámot pittyeg le az világűrből a,
hamarosan. Egyébként, ugye, hamar 11 óra körül Magyarország fölött hát, átaladva. Interaktívan. Interaktívan tud pittyegni, tehát hogyha nem szólok neki, hogy léci pittyegi, akkor nem pittyeg, de még az lehet, hogy már szólok. Szóval mert mégis, hogyha amíg a műholdat lehet egy tabletről irányítani, addig tulajdonképpen ez megy. Hála jó Istennek. És már ez így megy 1120 napja szinte, bárhogy azóta odafönt van a GRB Alpha, úgyhogy a világ a legkisebb és rendkívül hasznos asztrofizikai műholdja. Igen, hát ez csodálatos. Ez is még pont egy éves sztori, hogy kerestünk címet a cikkhez. És akkor innen jött. És akkor basszus, mi legyen ilyen szín? És megnéztétek, és kiderült. És kiderült, hogy ez hogy az, igen. Vagy az ez. Igen, nagyon jó. Hát ehhez is szeretettel gratulálok N+1-et. További sok sikert GRB Alfához, Bétához és a görög ABC maradék többi 22 betűjéhez. Pánikszerűen el fogjuk hagyni a stúdiót, mert ütött az óránk, 10:00-25, 10:00-29. Na, szóval a lényeg, hogy letelt az időnk. Nagyon szeretett, nagyon köszönöm a kitartást és a részvételt a hallgatóknak is, és mi most gyorsan összepakolunk és kimegyünk innen, úgyhogy mindenkinek jó fogjuk napot meg és vigyétek. Jó hetet kívánunk. Még egyszer köszönöm Pál Andrisnak, állandó szakértőnknek a magas szintű részvételt, és folytatjuk két hét múlva a Szokolébresztő újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.